mese ország története. Hol varázsütésre egyből rudbékából herceg lesz. Itt minden hősre jut egy szép hercegnő. Vígan élnek, szól az ének, boldog minden szereplő. De mese ország veszélyben van. Ki lesz majd, ki megoldja a bűntényt? Csak is a bátor zseni szuper csapat, kinek egész mesei lába méltó párja nem akad. És ki volt, ki elrabolt a hamupipőkét? És miért csúfó fehérke, és a boszorkány, hogy szép? Tudják a mese zsaruk! Semmi víz, a csúpa íz, csak a tetve kész! Mindenkit megmentenek a mese zsaruk! Meserendőrség. Nagy bajok a kis Szabó legénnyel. Egyszer volt, hol nem volt, Meseország földjén bátor hőseink, Chris Anderson és Johnny Legend egy sötét és félelmetes barlangot fedeztek fel. Annyira a sárkányokat. Ez egyáltalán nem van rád, hiszen mi olyan nagy dolog bennük? Persze nagyok, gonoszak, hercegnőket esznek, és... Tudod, nem lehet túl jól ez a sárkány. Talán majd holnap, vagy a jövő héten. Nem akarok igazságtalan előnyt. Ha nem mész be, hogy megmentsd a túszt, nem sikerül a vizsgád. Ezzel véget érhet a karriered a meseországi rendőrségnél. Semmi értelme. Akár most is leadhatom a jelvényemet. Vanda? Ti meg miért vagytok fejjel lefelé? Nem mi, hanem te. Egek valóban? Mi történt? A főnök azonnal látni akar benneteket. Már is megyünk. Ne feledjétek a bábut. Majd én viszem. Egek, miért van itt ilyen sötét? Épp ideje volt! Mi tartott eddig? A sárkány tüzes lehellete, főnök. Igen, elfelejtettem. Hogy halad a feladatotok? 3-ból 2 teljesítve, és látnia kellett volna Kriszt az utolsóban. Téged egyáltalán nem láttalak, ha jól emlékszem. Én nem bújtam el egy tüzetokádó sárkány elől, csak cukorkáért mentem el. Miért hívott, főnök? Mert a bátor kis Szabó legény letért az ösvényről. Egy napon eljött a Szabó legény, 7 legyet ütött le egy csapást. Annyira elégedett volt magával, hogy készített egy övet, és a következőt írta rá. 7-et egy csapásra. Az övet mindenki látta, és azt hitték, hogy 7 ogrét ütött le egy csapásra, így a környék hősévé vált. Már hogy lehetne hős, hiszen nem tett semmit. Le kell tartóztatnunk csalásért. Nem, téves már megint, mint mindig, Legend. Hadd fejezzem be! A Szabó legény hősiességéről hamarosan a király is tudomást szerzett, és nyomban beírta őt a királyi kihívások könyvébe, hogy elnyerje leánya Amira hercegnő kezét. 3 bátorsági próba által. Még egy hercegnőt is kap? Hát ez hihetetlen! És hol a hiba? A Szabó legény nem ment el a próbatételre. De ha nem vesz részt benne, nem nyerheti el a királylány kezét, és a mese nem végződik jól. Úgy van. Keressétek meg a Szabó legényt, tudjátok meg, hol csúszott be a hiba, és tegyetek róla, hogy elvegye a királylányt. Ellopták az övet. Amikor felébredtem a fogadóban, már sehol nem volt, így át hazajöttem, hiszen nem mehetek el a királyi próbatételre az övem nélkül. Mert leesne rólad a nadrág, nem? Nem. Minden jó szerencsémet annak az övnek köszönhetem. Nem megyek oda nélküle. Azok a próbák veszélyesek. Ez az. Hol van a tűpárnám?
Én nem bánom, hiszen nem is vagyok hős. Végre valaki egyetért velem is. Akkor miért vállaltad el a versenyt? Tudom, hogy nehéz megérteni, de amikor viseltem azt az övet, magam is elhittem egy pillanatra, hogy igazán bátor vagyok. Különösen amikor megláttam Amirát, a királylányt, és ahogyan rám nézett. Nem kellett volna elvállalnom, de ő annyira... Még egy ok, hogy ne add fel. Nem is tudom. Megkeressük az övedet, ha ilyen fontos neked. Lehet. Nos, általában nem piszmogunk eltűnt ruhákkal, de... Megtaláltad a tűpárnámat. Kösz. Te maradj itt. Előkerítjük az övedet. Hát jó, megpróbálhatom. Tehát a szabólegény övét ebben a fogadóban látták utoljára. És a többi vendég? Sajnálom, ez bizalmas. Erről lehetetlen. A neveket akarjuk törpe. Profi nyomozók vagyunk, és tudjuk, hogy mit csinál... Óvatosan! Valaki megrongálta a fiókokat. Claude, add ide az új lenyomat fort. Ne! Most takarítottunk ki. A neveket, uram, és már itt sem vagyunk. Megmondtam, ez bizalmas. Oké, ha azt akarja, hogy Johnny folytassa. Jól van, megmutatom a vendégkönyvet. Hol vannak most a vendégek? Némelyikük a lovagi torna mezőn, a szomszédban. Valamennyi versenyző a fogadóban volt aznap éjjel, amikor az öv eltűnt. Lord Brunus az első gyanúsított. El a kezemkel! Tegyen le! Tegyen már le! Lord Brunus, Anderson és Legend ügynök a meseországi rendőrségtől. Szeretnénk feltenni néhány kérdést. Brunus nem felel kérdésekre. Figyeljen, uram, mi... Brunus csak azoknak felel, akik jobbak nála a harcmezején. Harcmező? Szóval hajlandó kiállni velem? Nagyszerű, már is hozok egy paripát. Micsoda hős! Milyen játszmába mentem én bele? De én még soha életemben nem vívtam dárdával. Rendben lesz, csak maradj a lovon, tartsd a láncsát, és ősd le Brunust a lóról, mielőtt ő teszi meg veled. Ez könnyűnek tűnik. Egy pillanat! Ezt nézd is, Hövérom! Brunus nem nevetett ilyen jót a sikolyvölgyi csata óta. Hey, tud egy szabólegény ellopott övéről azon az éjszakán, amikor az alvó óriás fogadóban aludt? Brunus nem érdeklik a kereskedők. Nem tudok semmilyen szabólegényről vagy az övéről. Vajon én nyertem? Jól van, nézzük a következő nevet a fogadó vendégkönyvében. Ez ki? A második versenyző, Lord Szipogó. Vajon miért nevezték Szipogónak? Lord Szipogó, Anderson és Legend nyomozók vagyunk, meseországi rendőrség. Hölgyem, kész csókolom. Kihallgatunk mindenkit, akik 12-én éjjel a fogadóban szálltak meg. Számomra öröm, hogy egy ilyen gyönyörű nyomozó hallgat ki. Nos, próbálok formában maradni, ennyi az egész. Én Anderson meserendőrnőről beszéltem. Visszatérve a kérdéses éjszakára... Azt mondja egy szabófiú öve? Hát én sajnos nem láttam ott semmi hasonlót. Talán hallott valamit, a szomszéd szobában lakott? Semmit sem hallok, amikor beteszem a füldugómat. A füldugóját? Igen, roppant érzékeny a hallásom, még a saját légzésem hangja is ébren tart. Mondja, minden nyomozó ilyen vonzó, mint ön. Nem tűnik egy atléta típusnak, meglep, hogy részt vesz a királyi próbán, a hercegnő miatt teszi. Egek, nem? Nem szeretem a szőkéket, ön sokkal jobban tetszik. Az érzés nem kölcsönös. Szóval miért versenyez? Az atyám ragaszkodott hozzá. Én költő vagyok. Biztos ismerik az ódát a fülzsírhoz, vagy az elégiát egy aszmás korteremben. Valami
valahogy kimaradtak. Írhatnék egy verset önnek a szépségéről. Talán mennünk kéne. Az utolsó gyanúsított Lord Avarus. Valahol itt kell lennie. Jó napot! Látom, ön olyan férfi, aki szereti a divatot. Véletlenül van nálam egy ragyogó leppel. Meserendőrség, Lord Avarus. A fogadóból ellopott öv ügyében nyomozunk. A szabó legény? Igen, persze, hogy hallottam róla. Hát tapintsa meg az anyagát, fiam. Észak legjobb tündérszövői készítették. Elmondaná, mit tud az övről? Csak annyit, hogy jó árat adnak érte a fekete piacon. A szabó legény igen híres errefelé. Felpróbálhatom? Szükségtelen, barátom, ez benne a szép. A tündérszövet mágikusan illik bárkire, aki viseli. És ez lopás! Bocsánat a kifejezésért. Mi van ott? Ez pont elég. Miért jelentkezik egy magához hasonló a kihívásra? Egyszerű, kedvesem. Megnyerem a versenyt, elnyerem a királylány kezét, enyém a királylány, enyém a királyi kincstár. Elbűvölő. Nos, ha megtudja, hogy bárki eladásra kínálja az övet, kérem, értesítsen minket. Jól áll, Johnny? Nem gondolod, hogy kissé szűk? Észre sem vehető. Tündérszőttes, egyedi darab! Nem vagyok biztos benne. Hiszen csak át kell úsznod a tavat. Egy krokodiloktól emzsegő tavat? Na hát, fiam, hát itt vagy. Készen állsz. Készen, hogy felfaljanak, ha így érti. Ja, egy kis felfalás még senkinek sem ártott, ugye? Vigyázz! Elitor. Hello, Amira. Remélem, te fogsz nyerni. Akkor sok sikert, fiam. Versenyzők, kezdjék! Hát nem gyönyörű. Mi történik? Miért nem kezdted el? Meg tudod csinálni, próbáld meg! Brónusz azt mondja, csalás! Az apród nem úszott! Nos, a szabályok csak azt írják elő, hogy a versenyző keljen át a tavon. Nem térnek ki az úszásra. Hát, de én? Úgy vélem, Elitor okos megoldása jutalmat érdemel. Kijelentem, hogy sikerrel vette a próbát. Holnap a megmaradt versenyzők részt vesznek a második kihíváson. Szép volt, Elitor. Igen, holnap bizonyára ennél is jobb leszel. Én aztán nem megyek át újra ezen. Inkább hazamegyek. Készülsz valahová? Én? Hogy készülök? Nem, akarom mondani, igen, de... Úgy érti, lefeküdni, nagy nap lesz a holnapi. Csak szerettem volna szerencsét kívánni holnapra. Köszönöm. Annyira büszke vagyok rád, mert olyan okos voltál ma. Még mindig el akarsz menni? Elmenni? Ugyan, ki beszélt itt ilyesmiről? Üdvözlet a második kihíváson, melyet úgy hívok az útvesztő. Minden rendben lesz, csak néhány állatról van szó. Igen, tigrisek, medvék, koroszlánok, bizonyára griff, madarak, kentaurok, lófarkú antilopok és gyilkos macskák. Tessék egy kis csokoládé, hogy legyen energiád. Versenyzők, kezdjék! Remélem, nem lesznek bent unikornisok. Miért? A csokoládé miatt az unikornisok megőrülnek a csokiért, imádják! Nem bízom Brónuszban. Hol rejtene el egy övet? Hmm.
elrejtette, bármi is ez. Most mi van? Ezt akarod? Megkapatod? Hé, te talán segíthetsz. Elitornak nyoma sincs. Mire jutottál? Ezt találtam Brónusz szobájában. Vizsgáld meg, Claude! Már is! Királyi semmiség volt, felség. Hölgyem, úgy tűnik, ritka szépségének magam örvendhetek. Még nem. Elitor még nem végzett. A ravasz szabó, há, persze, csalás nélkül nem élné túl. Elitor! Szállj le rólam azonnal! Elitor túlélte a kihívást, és részt vesz az utolsó fordulóban Lord Brónusszal. Hogyan? Hiszen megint csalt! Beszéltem, Brónusz! Jöjj velem, kedvesem, kövess! Ó, felségem, kérem! Megvizsgáltam az üveget, amit Chris talált Brónusz szobájában. Itt van! Krokodilriasztószer, így ment át a folyón. Itt valami nem stimmel, egy Brónuszhoz hasonlónak nem kell csalni. Összeraktam a papír darabokat, amiket összeszedtél. Az útvesztő térképe. Pontosan, Brónusz mindkét fordulóban csalt. Ki készít krokodilriasztót? Az egyetlen, akit ismerek, a királyi patikárius. Akkor induljunk ehhez a királyi pótkanárihoz. Menjünk. Ő talán tudja, mit tervez Brónusz legközelebbre. Mi a király utolsó próbatétele? Sárkány küzdelem. Azt hiszük, valaki használta a krokodilriasztószert. Valóban? Nem. Itt van a krokodilriasztószer. Teljesen igaza van. Egy csepp sem maradt. Egy csepp sem. Én is ezt mondtam. De évtizedek óta nem járt itt senki. Kivéve Lord Brónuszt, persze. Én tudtam. De hiszen olyan erős és bátor, miért csalna? Létezik esetleg sárkányriasztószer? Nem. Lord Brónusznak is megmondtam, hogy semmi sem riaszt el egy sárkány. Legalább Brónusz nem csalhat a harmadik próbán. Persze. Kivéve a varázspajzsot a királyi fegyvertárból. Varázspajzs? Eltűnt. Brónusz lophatta el, miután elvette a krokodilriasztót. Van képe erről a varázspajzsról? Igen. Itt van, ez lenne az. Szép, nem igaz? Hipnózis. Ez az egyetlen módja, hogy meggyőzem, hogy harcoljon a sárkánnyal. Ez az izé nem is működik. Ha meghallod azt a vezényszót, hogy versenyző kezdjék, bemész a barlangba és legyőzöd a sárkányt. Bemegyek a barlangba és legyőzöm a sárkányt. Neked meg kell mondanod. Már előkészítettük a vizet a sürgős tűzoltásra. Na, készen álltok a megsülésre? Nem egészen, felség. Valamit tisztáznunk kell, mielőtt a versenyzők elkezdik. Versenyzők elkezdik? Bemegyek a barlangba és legyőzöm a sárkányt. Úgy véljük, hogy Lord Brónusz csalt az előző próbákon, és ezúttal is erre készül. Hogyan? Hogyan? Méghogy! Hogy merészel lehet? Megtaláltuk a krokodilriasztót és az útvesztő térképét. Brónusz nem tud semmit ezekről. Na és a sárkányriasztó pajzs, amit ellopott a királyi fegyvertárból? Igaz ez? Csupán botrányos hazugságok. Közönséges árulás. Nézze meg maga. Igen, jó kis pajzs. Készítetek egyet én is a saját arcképemmel. A sárkány pajzs. Hogyan? Erről semmit sem tudok. Fogd ezt a pajzsot és bizonyítsd be, hogy az állítás hamis. A sárkány barlangba. Hogy a barlang
mindent elmondok, csak ne küldjenek be a barlangba, kérem! Ne küldjenek oda! Mit tett a szabólegény övével? Itt van, tessék! Azt hittem, ha ellopom tőle, megtörik az önbizalma, és visszalép a kihívástól. Brónusz bebizonyította, hogy gyáva és csaló. Ezennel kizárom a versenyből. Ez azt jelenti, hogy Elitor az egyetlen versenyző. És így a győztes is ő! Ez az, Elitor! Hol van Elitor? Oda bent! Legyőzöm a sárkány. Mi a baj? Nem merek bemenni. Igen, megint ez a sárkány izény. Nem tudod, használhatjuk át! Johnny! Hé, a sárkány pajzs, kapd el! Kösz, Claude! Legyőzöm a sárkányt, legyőzöm a sárkányt. Meg jó, hogy megvédett a pajzs. Valóban hős vagy, hiszen nem volt szükséged az övre. Szerintem is bátor kis szabólegény. Chris! Hey, az ott a sárkánypajzs! Vagyis, ami nálam volt, az nem a... Igen, nem rendelkezett mágikus erővel? A jó hír az, hogy átment a vizsgán. És boldogan éltek, míg meg nem haltak.